14 évvel ezelőtt, május 26-án hangzott el Gyurcsány Ferenc ősződi beszéde. A 2006-os országgyűlési választások után alig egy hónappal az MSZP frakció előtt zárt körben mondott beszédet az akkori miniszterelnök. Ebben többek között azt mondta, hogy hazudtak reggel, éjjel meg este. Az elhangzottak szeptember 17-én szivárogtak ki. Még aznap tüntetések kezdődtek, a résztvevők a kormányfő lemondását követelték, majd a Magyar Televízió székházának másnapi ostromával elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb tüntetés sorozat. Gyurcsány Ferenc a tiltakozások ellenére sem volt hajlandó távozni posztjáról. Most következzen egy rövid részlet az összödi beszédből, aztán pedig Tari Judit Titanilla kolléganőm erről is beszélget mai első vendégével. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. 14 éve hangzott el tehát az összödi beszéd. Jó reggelt kívánok! Itt van velünk Ify Ablomnici Zoltán alkotmányjogász, a századvég jogi szakértője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hova sorolható ez a beszéd a rendszerváltás utáni magyar politika történetében, itt 14 év távlatában? Kézenfekvő azt mondani, hogy a legszégyenteljesebb, a leggyalázatosabb és a leginkább elutasított politikai beszédek egyike, vagy talán ebből a szempontból az első, de még mindig azt szeretném ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy van annyi titok ebben az ügyben, hiszen itt nem csak egy beszédről van szó, hanem van, aki ezt végighallgatta, van, aki ehhez falazott, van, aki, vagy vannak, akik politikailag megerősítették ezt a beszédet azzal, hogy a bizalmatlansági indítványt nem bukta el Gyurcsány Ferenc. És vannak a mai napig olyan politikai szövetségesei a DK-nak, akik ezt a terhes politikai örökséget felvállalják. És itt a titkok kapcsán különösen arra a szakaszra szeretném a kedves nézők figyelmét is felhívni, hogy a mai napig nem került napvilágra annak a kategóriának a mögöttes tartalom, amit úgy fogalmazott meg Gyurcsány Ferenc, hogy trükkök százai, amiről nektek nem kell tudnotok, remélem nagyjából pontosan idézem a szöveget, és az akkori 1978. évi büntető törvénykönyvnek is volt már egy olyan szakasza, hogy a választás rendje elleni bűncselekmény, amely többek között azt tartalmazta, hogyha valaki mást választói jogában megtévesztéssel befolyásolni törekszik, az bűncselekményt követel. Az kétségtelen tény, hogyha volt is ilyen, hiszen ezt nem én vagyok hivatott megállapítani, hanem a nyomozóhatóság és a bíróság, az már elévült, de politikailag semmiképpen nem elévülő bűnről beszélhetünk összöd kapcsán. Beszéltünk itt arról, hogy az MSZP-n belül hogyan reagáltak erre a beszédre, és én emlékszem akkor nagyon kezdő újságíróként, hogy nyilvánosan kiálltak ugye Gyurcsány Ferenc mellett, és csak zárt ajtók mögött háttérbeszélgetéseken mondtak kritikát rá, de mégsem szálltak szembe ezzel, és azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a beszéd a mai napig valahol, és az ő személye fogva tartja a baloldalt. Nem volt szembenézés, nem volt megtisztulás. Valóban így van, hogyha az Egyesült Államokban történt volna mindez, akkor hát minimum egy alkotmányossági vagy alkotmányjogi elmozdítási eljáráson átesett volna a miniszterelnök. Én egyébként ezt az ügyet nem a mostani Trump elleni eljáráshoz, hanem sokkal inkább mondjuk például a Richard Nixon elleni eljáráshoz hasonlítanám, ahol természetesen le is mondott megelőzvén ezt a procedúrát az akkori elnök, a végrehajtó hatalom feje ilyen értelemben, tehát a párhuzam az helytálló. És én magam is egyébként a saját álláspontomat revidiálva úgy érzem, hogy ma már annak is történelmi jelentősége van, hogy egyáltalán napvilágra került ez a felvétel. Tehát gondoljunk bele, mi lett volna, hogyha nincs senkiben annyi kurázsi, hogy ezt nyilvánosságra hozza.
Tehát ebből a szempontból is én már úgy értékelem, hogy ennek óriási jelentősége volt, mert az, amiről Fritz Tamás beszél, hogy következmények nélküli ország, ennek az egyik legfontosabb mementója ez a bizonyos beszéd, és egyébként azt is el kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy az a típusú politikai, közjogi, morális válság kialakuljon, kellett természetesen, ahogy ön is mondja, egy falazó baloldal, egy falazó SZDSZ, egy falazó kormánytöbbség, és egy sokak szerint gyenge kezű köztársasági elnök, és mindez vezetett végül is oda, hogy az akkori ellenzéknek, a Fidesz-KDNP-nek számos fontos, kemény, sok esetben az említett negatívumok helyrehozására irányuló lépést kellett tennie, nevezetesen nem csak magával a politikai ellenféllel, hanem ezzel az egész jelenséggel szembe kellett fordulnia. Ennek egyébként nyilván a kicsúcsosodás a közjogi értelemben a szociális népszavazás volt, amikor már nem csak csupán azokról a kérdésekről szavaztak az emberek, hanem az egész gyurcsányi szocialista szabaddemokrata politikát is elutasították. Ugye volt, ugye kiszivárogtatta valaki ezt a beszédet, valaki ezt rögzítette, és valaki ezt kiszivárogtatta. Tehát volt valamiféle politikai akarat arra, hogy Gyurcsány Ferencet meggyengítsék, eltávolítsák, lemondásra kényszerítsék. Azonban, amikor ugye ez a nyilvánosság elé került, akkor már nem volt meg ahhoz a politikai akarat, hogy ténylegesen elmozdítsák. Ha lett volna, akkor lett volna rá jogi lehetőség? Természetesen lett volna rá közjogi lehetőség, hogyha nem teszi meg ezt az akkori miniszterelnök, akkor megtehette volna a kormánytöbbség, hogy elmozdítsa. Emlékezzünk vissza, nem voltak távoli élmények a Megyesi Péterrel kapcsolatos lépések, tehát ebben rutinja volt már például az SZDSZ-nek, hogy hogyan kell szocialista miniszterelnököt megbuktatni. De itt más erők mozogtak, többek között egyébként a mostani EP képviselő, aki már nem csak feleség, hanem ilyen értelemben, mivel a politika színpadára lépett közszereplő Dobrev Klára is többször megvédte ezt a beszédet, tehát politikai bűntársként vagy sorsközösséget vállalóként idézőjelbetéve jelen volt folyamatosan ennek a beszédnek, illetve az azt kiváltó folyamatnak a koordinálásánál, vagy támogatásánál. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból természetesen kezelhetnénk ezt a kérdést csupán egy morális jogi kérdésnek, de ez meggyőződésem, hogy a demokráciát alapvetően érintett. Tehát itt nem arról beszélek, hogy a DK kapcsán elmondják azt, hogy sokan gondolják így nyilvánvalóan, hogy ez egy családi vállalkozás, a nepotizmus melegágya, gyakorlatilag egy házaspár vezeti, akik egyébként ugye mind a ketten nyakig benne voltak ebben az összödi sztoriban, idézőjelbetéve ugye az utóbbi, a házastárs azzal, hogy támogatólag állt ki a férje mellett, hanem azt is látnunk kell, hogy azok a szereplők, akik akkor kiálltak Gyurcsány Ferenc mellett, ma például megtöltik a Városházát részben. Tehát egy nagyon érdekes dologgal állunk szemben, hogy egy bizonyos értelemben ellenkező szellemiségű főpolgármester körül Gyurcsány emberei vannak, akik akkor természetesen ebben az idézőjeles közös bűnben együtt árultak, egyékenyen egy politikai platformra helyezkedtek. És nagyon érdekes az is számomra, hogy például Karácsony Gergely más utat választ, ő bocsánatot kér, ugye ezt egyszer sem tette meg Gyurcsány, sőt büszke a mai napig a beszédére, csak az a kérdés, hogy több mint 40 ember halálát okozó felelőtlenségben való szerep, bármilyen fokú érintettséget el lehet-e intézni egy bocsánatkéréssel. Az én álláspontom az, hogy nem. Nyilván összödött sem lehetett volna egy bocsánatkéréssel elintézni, de ott még ez is elmaradt. Ifjabb Lomnici Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.